Köszöntöm Önöket, a fogadóórát látják. A mai adásban Rákosliget kerületrész elmúlt 5 évének legfontosabb fejlesztéseit és beruházásait fogom sorra venni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Rózsa Agyi Pétert. Köszöntöm Önt és a nézőket is. Rengeteg témánk lesz a következő percekben, az első pedig a Hősök tere, mint a kerületrész tulajdonképpeni központja és ennek rehabilitációja. Ugye az elmúlt évek során egy teljesen új arculatot nyert ez a tér. Milyen fejlesztéseken ment ez keresztül? Messzebbről kezdem, mint az elmúlt évek sora. 95 volt az az év, amelyben a főváros akkori vezetése úgy határozott, hogy újonnan már bódészerű árusító melléképületeket nem lehet Budapest területén létesíteni, a meglévőket pedig fel kell számolni. Kezdetben arról gondolkodott az önkormányzat, hogy a 8. utcai iskola megürülő épületébe költözzenek át a bódék felépítmények bérlői vagy tulajdonosai. Aztán nem így történt, végül egy magánberuházói lett az az ingatlan, és különböző helyeken folytatták, vagy éppen nyugdíjba vonultak az addigi szolgáltatók. De hogy azok a bódék már nincsenek ott, annak az a legfőbb jelentősége, hogy annak a térnek a takarása, a nem kívánatos tevékenységek vagy szemétlerakás lehetősége csökkent vagy szűnt meg ezáltal, és a térnek az a hányada, amely a templom kert alatti rész, az országzászló környezete, az most már egy átlátható, felépítményektől mentes térrész lett, amelyben pályázati segítséggel, meg önkormányzati munkával is egy szükséges új járdát építettünk, új növényeket telepítettünk, úgy veszem észre, hogy vigyáz rá az ott élő közönség. A padok sorsáról érdeklődnek sokan, egyelőre beszedtük a padokat, vissza fognak kerülni majd a padokat ére, viszont még további fejlesztésekre van szükség, amelyekbe beleértem a biztonsági térfigyelő kamerák elhelyezését is a térre, hogy valóban olyan legyen az a tér, úgy érezzük meg, amilyennek szeretnénk mindannyiunk javára, a gyerekek használatára is. Tehát ne legyenek olyan tevékenységek, olyan személyek nem kívánatos magatartása ott ne legyen, amelyre sajnos még alkalmanként találunk példát. Viszont a tér további részén is volt járdaépítés, az első világháborús emlékművet is egy kisebb mértékben most megújítottuk, de annak a környezete is megújul, most már szinte csak az időjárás kiszámíthatóbbá válását várjuk, hogy a bozótirtás a növényzet rendbetételével átláthatóbb legyen a Hősök terének az a szakasza is, amelyen az első világháborús emlékmű helyezkedik el. Ott további szilárd burkolatú járdákat fogunk építeni, nem azért, mert annyira szeretjük, hogyha szilárd burkolat van valahol, hanem hogy akkor végre egyértelművé válik, hogy hol kell közlekedni, ahol amúgy is szeretnek és céljaik amerre viszik az embereket, máshol viszont legyen pázsit, meg legyenek cserjék, tehát tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami a parknak a zöld felületi hányada, és mi az, ami a közlekedő területe. Újraindult a teniszpálya is, mondhatom, hogy voltak rossz hiszemű, vagy olyan jövőt sejtő emberek, akik szerint ott majd épület jelenik meg, vagy lakások, hát természetesen nem történt így, mert nem is történhet közterületen, parkban nem lehet lakóparkot építeni. Új szerződő társaság működteti a teniszpályát mindenki számára elérhető, fölkereshető módon. Tehát akik bár nem használják a teniszpályát, de szeretik, hogy Liget lényegéhez, főteréhez hozzátartozik a teniszlabda pattogása, azok most ezt örömmel állapítják meg. Ugye a járdákat említette, akkor ezt a témát kicsit boncolgassuk még jobban, hiszen ugye Rákosligeten rekordhosszúságú járdák épültek meg. Hát a tavalyi évben minden eddiginél több járda épült, és a kerületrészeket tekintve is a leghosszabb szakasz épült, valóban nagy is volt a lemaradás. Bár Ligeten amúgy is jellemző, hogy a legtöbben az úton sétálnak, ezt a 30-as övezetben meg is tehetik, de azért olyan indokolt helyeken, amely intézményhez, óvodához, rendelőhöz vezet, vagy éppen buszmegállóhoz, vagy a főutca egy-egy szakasza, a Ferihegyi út egy-egy szakasza, ott folyamatosan szervezzük, végeztetjük a járdafelújítást, most is éppen zörögnek a gépek a Ferihegyi úton. Azt gondolom, hogy ha Ligetet olyan barátságos helynek szeretnénk megőrizni, amilyen még a mai napig tud lenni, akkor a gyaloglás kényelmét és biztonságát is szavatolnunk kell, és ahhoz nem csak zebrák meg lámpák kellenek, hanem a járda megfelelő minősége és szélessége. Ehhez persze az is kell, hogy az ingatlan tulajdonosok is hozzájáruljanak azzal, hogy például a kerítésüket úgy alakítják ki, hogy egy-egy kutya feje nem férhet ki azon a kerítésen, amivel kisebb bajban ijegységet okoz, nagyobb bajban meg kutyaharapás történhet, ez nem fordulhat elő egy gyalogossal.
de a növényzetet is úgy kell alakítani, ez egyrészt a lakó felelőssége, másrészt az önkormányzati kertészeké, hogy a gyalogosnak megfelelő hely álljon rendelkezésére ahhoz, hogy el tudjon ott haladni. Ez így együtt mind nagyon fontos. Rákosligeten ne fogjanak el a gyalogosok, a sétálók, biztosítsunk jó körülményeket az ő számukra is. Van még két fontos tér, amit meg kell, hogy említsünk, ugye a Heltő és Fogtér, két különböző helyszín, de azonos cél, ugye, hogy a családok jól érezhessék magukat ezen helyszíneken, itt is történtek munkálatok. Hát igen, mind a két teret elsősorban szabadidős tevékenységre használják. Kisgyermekesek, kutyasétáltatók, de a Heltai téren tartjuk a nagy sikerű liget pikniket is, talán már 11. alkalommal most az idején eseményen. A játszótér megújításába kezdtünk, bontottunk el játszóeszközt, amely már nem volt sokáig használható, vagy már nem lett volna gazdaságosan felújítható. Tettünk ki újakat, ráadásul egy internetes szavazáson befutó játszóeszközöket tudtunk telepíteni, tehát valóban közösségi ötlet, tervezés, szavazás alapján születtek meg ezek, de folytatódik még a padok felújítása, mulcs terítése oda, ahol szükség van még további esésvédő felületekre, és a régóta sokak által kért megrongált kerítést is javítani fogjuk. Ezt azért hangsúlyoztam, mert nem az időjárás rongálta meg, hanem olyan rossz csontok, akik rövidebb úton akartak bejutni a játszótérre, és nem a hivatalos kapukon keresztül. Ezt is most megszüntetjük, és új kerítés kerül oda. De telepítettünk növényeket, ültettünk akácfákat, mert azok jellemzőek amúgy is a Heltai téren. Nemrégiben egy ginkófával is gyarapodott a Heltai tér, mert egy környéken élő 50. évét elérő úr tiszteletére ajándékul egy baráti társaság ültette oda azt a fát, amelyet én szereztem be, megköszönve nekik, hogy így gyarapítják a zöld felületet. A kutyások számára kutyaüléggyűjtő edényt helyeztek ki szintén a Heltai téren. Ez még várat magára a Fagtéren, de ott is meg lesz. És táblával fogjuk jelölni, hogy mely terület a téren a kutya futtatás számára kijelölt terület, amely egyébként egybeesik a ténylegesen használt területtel, de ezt is egyértelművé kell tenni. Mint ahogy a Fagtéren egyértelművé kell tenni azt is, hogy mit szánunk közlekedő területnek, majdan építendő járdának, hát azt, ahol gyakori a közlekedés, ahol az emberek a hétköznapjaikban jönnek-mennek, és ezekhez a helyekhez igazítva fogjuk kitenni a szemeteseket, és napelemes közvilágítást is szeretnénk létesíteni, nem csak azért, mert annak alacsony a fogyasztása, hanem mert a Fagtér környezetében ez lenne az olcsóbb megoldás, de már mindenképpen szükséges. De én azt is szeretném, hogyha a Fagtéren, amely egy jó nagy ligetes terület, egy futókör is létrejöhetne, egy olyan futókör, amelyet helyből az ott termett ágak aprítékából mulcsszerű burkolattal látnánk el, és nem pedig valami mesterséges burkolatú lehetne ez a futópálya, hogy inkább egy erdei ösvényre hasonlítson. Ennek is vannak már érdeklődő olyan résztvevői, akik szívesen részt vennének az előkészítésben. A Fagtér amúgy is jellemző, hogy ott közösségi összefogásban szoktunk fákat ültetni, vagy éppen szemetet szedni, sajnos az utóbbira is szükség van. De a növényzet rendezésével, meg a szemetesek kihelyezésével ott is jobbítható a helyzet. És a játszóteret a Fagtéren, még ha az hozzátartozik, pedig vagy bővítenünk kell, vagy egy második játszóteret is létrehozni, akár csak szabadon elhelyezve néhány eszközt, ami a nagyobb gyerekek számára is jó foglalkozást jelenthet, mert a meglévő az a kisebbekre épült. A sportolni vágyok számára volt jó hír ebben a ciklusban, hogy átadásra került egy felnőtt tornapark, vagy fitnesspark Ligeten. Igen, az pedig a 15. utcai sportpályánál létesült. Azért kértem oda, mert úgy képzelem, hogy az ilyen fitness eszközök használói levezetés vagy felvezetés vagy pihenésképpen futhatnak is pár kört a futókörön, addig a gyerekeik strandröpiznek vagy éppen kosaraznak, tehát a sportfunkciókat jó dolog egy helyen koncentrálni azért, hogy könnyebben elérhessék ezeket a lehetőségeket a lakók, és hogy jó a fogadtatása, az két jelenségből is tapasztalom. Az egyik, hogy szinte állandóan van ott valaki, de még karácsony este, vagy éppen nem tudom, új év reggelén is használják a játszóeszközöket. A másik pedig, hogy rongálást egyáltalán nem tapasztalunk ezeken. Ami az elfogadásnak és a megbecsülésnek a jele, úgy tűnik. Nézzük akkor a közlekedést, elsőként az autósok. Ugye Bökényföldi út, vagy Rákoslégeti határút felújítása megkezdődött, ez már egy régóta várt munkálat volt. Régóta vártuk, de megérte várni, még akkor is, hogyha most nagyon sokaknak jelent nehézséget, főleg a hazaút során a terelés miatt.
viszont sikerült polgármester úr munkája nyomán főleg hozzáalkudni a csomaghoz egy kerékpárutat és közvilágítást, ami nem is a kirándulók, sportkerékpárosok számára lehet érdekes, hanem a hivatásforgalmiak számára, ezzel a kifejezéssel illetik azokat, akik a munkahelyükre kerékpárral vagy egyéb ilyen módon érkeznek. A lényeg tehát, hogy a hétköznapok közlekedőit segíti, beleértve a kerékpárosokat is, és egy teljes értékű kerékpárút épül ettől az úttól délre, amelyhez persze mindenféle elektromos tervezés és engedélyeztetés is kellett, ha már közvilágítással egészül ki, ami aztán késleltette a folyamatot, de szerintem a mostani állás és készültség szerint a június 30-i határidő környékére azért el fog készülni. Nem reméljük, nem gondoljuk, hogy őszre még ilyen nehézségek lennének, és már évtizedek óta rossz minőségű volt ez az út, amely tulajdonképpen a Köldökzsinórja Rákosligetnek a belváros felé. Említette a kerékpáros közlekedést, ugye a Cinkotai útnál épülőt, és a Rákospatak mentivekkel ezt ki, hogy kiegészítsük még. Igen, a MÁV vasútvonal fejlesztésébe került egy olyan elem a településrendezési szerződés keretében, hogy a NIF, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Részvénytársaság megépíti csatolt beruházásként a kerékpárútnak azt a hiányzó szakaszát, amely a Gyöngyúk utcánál észak felől véget érő kerékpárutat összeköti délről a patakparti kerékpárút végével, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen Rákosligetet és Újtelepnek a nagyobb hányadát egy háromszög alakú kerékpár öv, egy gyűrű veszi majd körül, Cinkotai út, Naplás út, a tó mellett is elhaladva, de végig le a vasútig és a patakig, amely aztán visszatér a Cinkotai útba. Tehát így leszünk körbevéve, ez nem csak azért fontos, mert edzőköröket lehet majd kerékpározni, hanem mert bizonyos kerületrészek biztonságos megközelítése bringával így lehetővé válik, beleértve a keresztúri városközpontot is. És a harmadik fontos elemet is már ugye említette, a vasúti közlekedést, Rákos 60 vasútvonal, amely igen tevékenyen érinti Rákosligetet, biztosan sokan látják, hogy milyen jó ütemben haladnak a munkálatok, és egy szemmel látható változás volt, hogy egy régóta ott fennálló felüljáró is elbontásra került. Igen, az a MÁV tulajdona volt, mi szerettük volna, ha megmarad, mint látványelem, városképi elem, de azzal is egyetértettünk, hogy nincs már rá szükség, hogyha a gyalogosok szintben szeretnek és tudnak is átmenni, beleértve a fájós lábúakat, kerekesszékeseket, vagy éppen a babakocsit toló szülőket. Viszont próbáltuk megmenteni azért az utókor számára a vízszintes elemét, a tényleges hídelemét, hogy a közeljövőben lehetőleg egy patakhidat létesítsünk belőle, mert arra is szükség lehet, hogyha a kerékpárút hálózat így fejlődik, és most biztonságos helyen önkormányzati telken tároljuk. Kibírt 100 évet, akkor még párat kibír ahhoz, hogy méltó végső helyére kerülhessen. A kerékpárosok és gyalogosok közlekedése viszont enélkül a felüljáró nélkül színbeli labirintusos átjárókkal biztonságosabb lesz a ligeti meg az újtelepi megállónál is, mert a peron mindkét végén így haladhatnak majd át, még akár a Gozongyula utca felől érkezők is, tehát nem kell többé kivágni a kerítést, a kelt azt idézőjelben értettem, nem lett volna szabad eddig sem, most viszont szabályosan és biztonságosan kelhetnek majd át. A zajvédőfal is létesül, de szerencsére olyan kompromisszumos módon, hogy a felső elemei átlátszó plexiből vagy polikarbonátból kerülnek be, az azt jelenti, hogy nem fallal zárjuk el magunkat, hanem annak a felső hányada azért átlátható marad, és lesz perontető, és lesz jelző, kijelző berendezés, amely a tényleges menetrendi helyzetet is fogja tükrözni azok számára is, akik nem okostelefonon ellenőrzik a vonat érkezését. Az esőbeállók alatt lesznek padok, úgyhogy minden a nagyobb komfort meg a jobb közlekedés irányába mozdul. Ami még nem ért véget, de jó lenne, hogyha mármint a reménykedés vagy az egyeztetés, hogyha a közelmúltban tapasztalt, a keleti pályaudvar lezárása miatt tapasztalt fejlesztés, vagy nyomvonal, vagy vasútvonal alternatívát lehetne rendszerbe állítani, olyan vonatok közlekedtek, amelyek a keleti pályaudvarba bemenni nem tudván a meglévő vasúti hálózaton Pécseltől Angyalföldön át egészen Pilisvörösvárig közlekedtek, ami azt jelenti, hogy mondjuk a római part megközelítése Rákosligetről 30 percre csökkent, amit még autóval sem lehet elérni, de hát nem csak a szabadidőről lehet szó, hanem a hétköznapi közlekedésről, a hivatásforgalomról megint, hogy a városon átmenő
nem fejpálya udvarra érkező vasúti járatok nagyban segíthetnék a hétköznapok közlekedését. Hát sok olyan embert ismerünk, aki a város két szélső pontja között ingázik. Vagy Rákosmentéről jár dolgozni a budai oldalra, vagy éppen fordítva, azok számára nagyon nagy segítség lehet. És a vasút felújítás során derül ki, hogy vannak ilyen alternatívák, nekünk azt kell elérnünk, hogy ezt ne csak munkálatok idején ideiglenesen alkalmazzák, hanem ez irányba próbálják Budapest egészének a vasúti közlekedését is fejleszteni. Szintén mérföldkőnek számított ebben az időszakban a Kálvária átadása. Hát ez egy nagy ugrás a közlekedéstől, igen, az emlékek vagy a lelki dolgaink felé. Azért vetődött fel ez a 17. kerületért egyesület és a Rákosligeti Polgári Kör tagjainak fejében, mert sokan emlékeznek a régiek a 60-as évek elején megszüntetett Rákosligeti temetőre, amikor még nem voltak román sírok, mert nem román temetőnek épült ez, hanem Rákosliget község temetőjének. Ez a terület, amelyet a mai Ananász, Ősagár, Jászladány és Ferihegyi út határol, és ennek a temetőnek az emlékét egy keresztállítással próbáltuk őrizni, vagy újból megmutatni, és a keresztállítást követően jött az elgondolás, hogy a kereszthez, mintha az egy templom szimbolikus oltára lenne a szabadtérben, ahhoz állítsunk keresztúti stációkat, mint ahogy Magyarországon jellemző a településekre, hogy van valahol egy magasabb ponton a település szélén Kálvária, ahol a hívő Krisztus szenvedésének a 14 állomását imádkozva követhetik. És ehhez sikerült olyan kapcsolódást találnunk, kerületi kapcsolódást, amely segítette azt, hogy létrejöjjön egy művészeti értékű alkotás, másrészt pedig valódi kapcsolat és visszanyúlás a múltba. Bóna Kovács Károly műveit annak az eredetiéből vett minták alapján készítettük el. Bóna Kovács Károly Rákoshegyen is alkotott. A fia, akivel megismerkedhettünk a Kálvária állítás során, a Rákoskeresztúli lakótelep tervezésében is részt vett egy tervpályázaton, és a fia, mint örökös, hozzájárult, hogy édesapja Salgótarjánban megépült Kálvária tervét, 14 stációját építhessük meg, és ezt Szűcs László tervező öntötte olyan formába, hogy az itteni terepviszonyoknak és elrendezésnek megfeleljen, tehát nem egy szerpentinen kell fölgyalogolni egy magas hegyre, hanem egy mandula alakban, ezt talán még én javasoltam, úgy helyezzük el a stációkat, mintha egy templom terét járnánk körbe. És ez a 14 állomás kicsit úgy is határol egy teret a parkból, hogy ott a szabadtéri rendezvény megtartására is alkalmas, vagy valamilyen lelki alkalomra, a katolikus egyház tart már is ott keresztúti ájtatosság nevű liturgikus programot. Voltak ellenzői ennek, voltak olyanok, akik csak kíváncsiskodva figyelték, aztán olyanok is voltak, akik látván ott az önkéntesek munkálkodását, a környékről jöttek és csatlakoztak a munkához. Most arra úgy tűnik nekem, hogy elfogadottá vált, hogy van egy ilyen kültéri műalkotás, ami sokkal többet jelent önmagánál. Ezzel zárjuk mai beszélgetésünket, azonban annyi minden történt Rákosligeten ebben 5 év alatt, hogy folytatjuk a múltidézést a következő adás keretében. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!